UPC kábelházak kiépítésének kérdése. Ez tulajdonképpen egy tájékoztató levél, amit a UPC nyilvánvalóan azért kér tőlünk, legalábbis én azt gondolom, hogy azért kér, hogy valamilyen fejlesztési pályázaton adott esetben jobban tudjon arra abba indulni, hogy több önkormányzattal van egy olyan előzetes megállapodás, hogy az önkormányzatok nem ellenzik, hogy a UPC bővítse a hálózatát a területen. Tajtott falu az elmúlt napokban megszavazta ugyanezt. Én szerintem ez semmiféle problémát nekünk nem okoz, akkor se, ha nincs, mert működik most egy hálózat, ha meg van, akkor meg bejönne konkurencia, ami lehet, hogy a településen működő televízió és internetrendszernek a jobb átétele ügyébe fog mozdulni, például a mi környékünk nagyon nem lenne, mert nem nagyon rossz az internet, nagyon sokszor nincs is. Tehát ebből fakadva én ezt egy idézőjebb adminisztratív szavazásnak tartom, hogy a kisvárosi önkormányzat belegyezik abba, hogy a UPC a településen későbbiekben valamilyen fejlesztés hajtson végre. És ez a fejlesztés, ez antenna formájában vagy miért? Nem, ez semmilyen szinten nincsen. Semmilyen szinten nincsen, ez mind utána a részletes szabályozásba bele kell, hogy kerüljön, ez egy adminisztratív döntés ebben a tekintetben. Ez valamilyen bevételt jelent az önkormányzatnak? Nem. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja, hogy a UPC kiadott anyagot, ahol a UPC elvégezze ezt a milyen hatást. Még egy kérdésem, akkor az önkormányzatnak van érvényes működtetési szerződés egy másik társasággal, és ez az új szerződés, ez jelente valami jogi fordulatot? Nem, abszolút nem, biztos, hogy nem. Tehát nem kell kártérítést? Nem, semmi, nem, semmi. Jó. Nem. Ki az, aki támogatja ezt a UPC megállást? Köszönöm. Buszmegálló szintén fontos kérdés. Képviselőtestületek megkapták a kiegészítő ajánlatban a buszmegállóra vonatkozó dolgot, tehát elájultam, amikor utána néztem annak, hogy mennyire tudom buszmegállót vásárolni. 2 millió forintnál indultak a tételek, mondjuk az, ami kinéz valahogy. Tehát az őrbódé, azt le lehetett tenni olcsóbban is, de azt nyilvánvalóan nem akartuk. Ebből fakadóan, hát azt a, hogy mondjam, bizonyos szempontból nem túl etikus megoldást választottuk, hogy az egyik cégtől kértünk egy részletes ajánlatot, amit utána megkértem a mi kivitelezőnket, hogy mennyire tudja ezt megcsinálni. És ebből fakadóan a Csubák Péter által vezetett szintén helyi vállalkozói kör azt a 2-2-re vonatkozó ajánlatot 1,5 millió forint körül tudja elvégezni, és ebből az összegből tudnánk felépítetni azt a buszmegállót, amiért jelen pillanatban 133 000 forintot fogunk kapni a biztosítótól, amit összetört a károkozó, és sajnos az előzőnek a megjavítására most már nincs lehetőség. Azt mondta a szakember, miután megvizsgálta, hogy akkor, amikor ez ott kidőlve állt, akkor visszahúzták volna a helyére, és ott próbálkoztak volna valamilyen szintű helyreállítással, akkor lehet, hogy meg lehetett volna oldani, nyilván ennél valamivel olcsóbban, de most miután ez lebontásra került, úgy lett szétszedve ez a rendszer, hogy ezt nem lehet újra összerakni. Szét lett tördelve gyakorlatilag, tehát nem lehet újraépíteni, ebből fakadóan mindenképpen újat kell venni, és ahhoz, hogy újat vegyünk, hangsúlyozom, abban az esztétikai viszonylatban, amiben szerintem kisolaszinak léteznie kell, ez az az ajánlat, amiért meg tudjuk ezt a buszmegállót építeni, szintén a tartalék alap terhére, ami egy elég jelentős összeg. Hát vagy hagyjuk buszmegálló nélkül, parancsol. Hát itt egy olyan közösségi dolgról van szó, ami nem csak azokat érinti, akik a buszra várnak, hanem a sok fiatalok találkozik, összeverődnek, közössége. Én felajánlok 50 000 forintot, és javaslom, hogy az önkormányzat a helyi lakban, illetve rendezzen gyűjtést. Én 50 000 forintot felajánlok. Jó ötlet, próbáljuk meg ezt. Nem hiszem, hogy egy ilyen, hogy ezt a tartalék alapból kellene fizetni. Ez egy közösségi hely tulajdonképpen. Ez nem egy sima tár. Én óvatos vagyok ezzel. Én is azt gondolnám, csak előre bocsátom neked, hogy akkor például, amikor én általában egyházi dolgokból szoktam gyűjtéseket szervezni, az összegeknek a 10%-a, ami a lakossági gyűjtésből bejön. Ez általában a tendencia. Tehát bízunk benne, hogy itt egy nagyobb összeg lesz. Próbáljuk meg, nem vitatom. 50 000 forintot felajánlok. Havasul 50 000 forint. Milyen számlára kell utalni? Azt meg kell oldani, hogy milyen számlára, mert alapítványi számlára nem, mert az alapítványtól akkor másképpen kell, hogy elkérjük. Meg kell nézni, hogy adminisztratívan milyen számlára. Hogy a hirdetés van benne, hogy ez nem közlekedési
objektumként kezeljük, hanem közösségi. Meg a képet mellékelnék, hogy ez fog megépülni. Mert ez szép. Jó, kérdezem a képviselőtől, ki az, aki támogatja. Először is én szerintem mindenképpen ahhoz, hogy azért legyen. El kéne fogadnunk azt, hogy megvesszük. Az egy más kérdés, hogy mennyi pénzt tudunk hozzá összeszedni. Tehát először döntsük azt, hogy megvesszük, mert nem holnap fog elkészülni. Tehát ahhoz, hogy ezt még ők megcsinálják, ők is elfoglaltak, ez itt még minimum egy hónap kérdése, mire ez összeáll, és bízunk benne, hogy minél több összeget hozzá tudunk szedni ez dologhoz, mert ha arra várunk, hogy amíg az adakozás lezárul, és utána indítjuk el, félek, hogy nagyon elcsúszunk a határidőkkel. Abszolút egyetértek. Jó. Előlegezze meg az emberek a fórumokon. Így van. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki először is elfogadja ezt az árajánlatot, amit mellékeltünk, hogy ezt a buszmegállót a Kisoroszi önkormányzat a tartalékalap terhére megépíti. Elfogadtuk. Következő határozat. Kérdezem a képviselőtestet, ki az, aki támogatja a Havasheri képviselő úr javaslatára, hogy a buszmegálló építésével kapcsolatban hirdessünk meg egy gyűjtést, amiről személyesen indító adományként 50 ezer forintot adományozott, hogy ajánlott föl. Ki az, aki támogatja, hogy indítsunk ebbe az gyűjtést? Támogatjuk. Megyünk tovább. Következik egy olyan napirendi pont, polgármesteri tájékoztató, ami tulajdonképpen egy rendhagyó napirendi pont lesz, ezt újként fogom bevezetni, vagy újként tervezem bevezetni a képviselőtestületi üléseken. Ennek a napirendi pontnak az lesz a lényege, hogy előre fogok jelezni olyan kérdéseket, amikre a következő testületi ülésen szeretnénk dönteni, vagy az azt követő ülésen, és olyan lakossági igényfelmérésre van szerintem szükség hozzá, hogy a képviselő testületi tagoknak kvázi egy időt, egy lehetőséget kell ahhoz biztosítani, hogy ezekkel az ötletekkel, amiket itt most elmondok, szerezzünk lakossági véleményeket. Menjünk az emberek közé, és szerezzünk lakossági véleményeket, és azután tudjunk ebből dönteni. Ezt részben az elmúlt 12 év tapasztalata mondatja velem, hogy ebbe érdemesebb körültekintőnek lenni. Én akkor is mondtam a képviselőknek, nem mindig valósult ez meg, de most szerintem ebbe a dologba érdemes, és mondom, ezt a napirendi pontot mindig be fogom tenni, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy mi az, ami következik részben. Mert nyilván itt nem a határidős dolgokról van szó, amikor el kell fogadnunk a pénzügyi beszámolót, meg ezt, hanem kifejezetten, amikor lakosságot érintő kérdés. Első kérdés, Danubia televízió közvetítésének kérdése. A lakossági fórumon, és azóta is érkezett hozzám ugye vélemény, hogy foghatatlan a Danubia televízió településen. Amikor még az előző képviselőtestület működött, Sumár Tamás engem arról tájékoztatott, hogy az ő tudomása szerint 11 darab, összesen 11 darab házba fogható a Danubia televízió. Tajtótfaluba is alig fogható, tehát tulajdonképpen ugye kitolt a Telekom a Danubia televízióval, nem tette be a csomagjába a szolgáltatást. Ebből fakadóan nem nagyon látható ennek a televíziónak a közvetítése. Ezért mindenképpen azt kérdezem, hogy mérjétek fel azt a lakossági igényt, hogy szükségesnek tartják-e az emberek, illetve aztán szükségesnek tartjuk-e mi, hogy a Danubia televíziót ebben a tekintetben bevonjuk a további munkába. Érdemes ebben a tekintetben kitérni és részletesen végig gondolni. Hangsúlyozom, hogy a televízió szerződése meg van kötve. A televízió szerződése érvényes, az első részlet kifizetésre került, és a második részlet is valószínűleg kifizetésre fog kerülni, de nyilván a következő év tekintetében érdemes ezt megfontolni. Ti még nem voltatok akkor képviselők, amikor itt voltam a testület külsős tagjaként, hogy csak egyetlen dolgot néztem meg, hogy fajlagosan a Kisoroszi önkormányzat fizeti a legtöbb pénzt a Danubia televíziónak lakosság arányosan. Tehát például Pócsmegyer önkormányzata 230 forintot fizet fejenként, Tajtótfalu valamilyen 380-400 forintot fizet, mi pedig 555-öt. Tehát mi nagyon sokat fizetünk idézőben ezért a szolgáltatásért, ezért meg kell nézni, hogy a szolgáltatás nekünk megéri-e ebben a dologban, vagy nem. Úgyhogy ez most nem vita kérdése, hanem előre jelzem, hogy erről szeretnék majd tárgyalni és beszélni a későbbiekben. Szintén fontos kérdés, megépítettük,
Sztárek úrnak kérdezem, hogy a képviselőtestület szót ad ebben a kérdésben, nem támogatom. Szavazzunk erről a kérdésről. Ki az, aki támogatja, hogy Sztárek úr szót kapjon? 2 ellene? 3. Nem kapott szó Sztárek úr. Azt mondja, hogy művelődési ház díja ki fizet, ki nem fizet. Következő derült ki. Megépítettük ezt a művelődési házat, ami szerintem szép és funkcionálisan is jó. Én ennek örülök, hogy akkor sikerült ezt megépíteni. Ugyanakkor azt el kell dönteni a képviselőtestületnek, hogy támogatjuk-e azt a fajta működést, hogy a közpénzből finanszírozzuk a művelődési ház költségeit, és adott esetben úgy működtetik a művelődési házat, hogy olyan foglalkozásokat tartanak benne különböző csoportok, amiért pénzt kérnek a foglalkoztatók. Hangsúlyozom, nem vagyok ebben a kérdésben eltökélt, de szabályoznunk kell. Tehát szabályozni kell ebből, egy rendszeresített szabályozat kell kiadnunk, hogy támogatjuk-e azt, vagy valamilyen teljes mértékben, vagy bármilyen kisebb összegben, hogy mi azt mondjuk, hogy kérem szépen nyugodtan jöjjön ingyen tartani nem tudom milyen órát, és ő közben adott esetben x10 000 forintot ezért elkér, úgyhogy nekünk ezért semmit nem fizet. Ezt én rossz gyakorlatnak tartom, hogy nincs szabályozva. Parancsolj! Én szerintem ez az új bizottság döntse el, hogy profitorientált, tehát komoly profitra szertevő tevékenységről van szó, vagy éppen csak egy önfenntartáshoz, a működési költségekhez való hozzájárulást kéri. Ez szerintem borzasztóan nehéz eldönteni a konkrét kérelem nélkül. Szerintem az új bizottság döntse arról, hogy milyen bérleti díjat számol fel tekintetben, mert lehet az például, hogy óvodásoknak tánccsoport, amihez ruhabérlet, vagy mit tudom én kell, akkor nyilván a szülők hozzájárulnak, vagy az önkormány, stb. De ha valaki nem tudom, hogy milyen tanfolyamot szervezően... Hát pont ezt mondom, Tehát azt javaslom, hogy jól láttad és jól mutattad. Pont ezt mondtam, a bizottság terjessz elő, és a testület döntsön aztán a tekintetben, mert a bizottság tegyen egy előterjesztést ebbe az ügybe, mérje föl, hogy jelen pillanatban a művelődési házban milyen ilyen jellegű programok vannak, lehet tájékozódni, én is tájékozottam, tudom pontosan, hogy az egyik csoportra járnak 4-en, a másikra járnak 8-an, körülbelül mennyi a tagdíj, amit befizetnek. Ezt a dolgot rendezzük, ne riasszuk el az embereinket, nem arról van szó, hogy menjenek, hanem ezt tisztességgel rakjuk rendbe, ezt a kérdéskört. Ez a következőben fogom kérni a véleményeteket. Révjegy. Emeljünk, ne emeljünk, változtassunk-e bármibe, ebbe a tekintetbe mindenképpen végig kell gondolni. Én nem vagyok réven utazó, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit mondanak az emberek, mi legyen, hogy legyen. Egyet biztosan tudok, megkérdeztem mostanak, utána néztem, hogy messze mi vagyunk a legolcsóbbak adónakanyarban. Messze vagyunk a legolcsóbbak. Tarthatjuk ezt, változtathatunk is rajta, kérem, hogy foglalkozzatok ezzel a gondolattal. Nagyon fontos kérdés. Kisoroszi lakosok táborozása Szigetcsúcson. Olyan kérdés, hogy már most is lakossági vitát és problémát vet föl, érkeznek hozzám levelek ebben az ügyben. Döntsön a képviselőtestület, tessék ezt eldönteni, hogy a kisoroszi lakosok milyen formában, milyen körülmények között táborozhatnak a Szigetorban. Van itt, aki egészen ott akar táborozni, van, aki 10 napot akar ott táborozni, mindezt ingyen természetesen, van, aki csak a csoportját szeretné ingyen odahozni, sok minden van, szabályozatlan ez a kérdéskör ebben a tekintetben, ezért azt kérdezem, hogy szintén gondoljuk végig a következő testületülésre, hogy mit tudunk a lakosságnak ebbe a dologba exaktul elmondani, érdemes talán tájékozódni a kenderesség tapasztalat alapján is, mert ők is nagyon érdekes információkat mondtak nekem ebbe az ügybe. Különben, hogy ez lesz a következő. Jegyzőasszony, kérem a következőre, hogy ugye választási programomban ígértem, és mindenképpen komolyan gondolom a nyaraló területen élők bevonását tanácskozási jogkörül a testületülésbe. Kérem az adónyilvántartás alapján kigyűjteni az összes nyaraló területen élők lakcímét, és erre vonatkozólag megfogalmazni azt a levelet, amiben megkérjük majd őket, hogy válasszanak maguk közül olyan embereket, amit aztán a képviselőtestület elbírál, hogy bejöhetnek a tanácskozási joggal ebbe a dologba. Kérlek szépen, nekem fontos, nyilván magamtól sem értem, de nekem fontos, hogy a képviselőtestülettel ebbe a dologba egyetértésre jussak.
Reményem szerint talán mindannyian olvastátok a polgármesteri programomat, amit én valóban komolyan gondolom abba azt a úgynevezett tanácsok, különböző tanácsoknak a felállítását, és ezt szeretném elindítani. Ez még az idén semmiféle pénzben nem fog kerülni, ez nekem sok munkát fog hozni, természetesen, de én ezt vállaltam, viszont én kérnék egy képviselőtestületi hozzájárulást abba, hogy ezzel kapcsolatban elkezdhessem a találkozókat, beszélgetéseket folytassak az illetőkkel, hogy hogyan és milyen formában fogjuk tudni fel ezeket a tanácsok rendszerét. Kérdezem, hogy ki az a képviselőtestületből, aki támogatja ezt az elképzelést? Nekem nem világos ez a tanács, csak lehet, hogy nem maradtam. Nem olvastál? Nem. Akkor röviden elmondom. Csak néhány mondatot. Röviden elmondom, és adok is benneked egy anyagot. És szerintem fontos is, hogy azért beszélünk, főleg, hogyha nem olvastad. Tehát a következő, ami engem erre a dologra készített, hogy miért gondoltam ezt át, az, hogy úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogyha megválasztanak egy adott képviselőtestületet, 4 vagy 5 évig tulajdonképpen a lakosságnak semmilyen befolyása nincsen arra, hogy ez a képviselő jól vagy rosszul működik ezen a területen. Nincs igazán civil kontroll ebben a tekintetben. Ezért a civil befolyás, a civil gondolatok erősítéseként dolgoztam ki egy új önkormányzati modellt, aminek az a lényege, hogy lenne egy úgynevezett vezetői tanács. A vezetői tanácsban lévő embereket nem választják az emberek, az összes többit igen, de ezt nem. A vezetői tanácsban benne lenne a főorvos, benne lenne az óvodavezető, benne lenne az iskolavezető, benne lenne a református lelkész, és benne lenne a katolikus pap és a polgármester. A polgármesternek negyed évente kötelessége tájékoztatni ezt a vezetői tanácsot az önkormányzat aktuális ügyeiről, mindenről. A vezetői tanács üléséről nyilván úgy, hogy jegyzőkönyv egyéb készül. A vezetői tanács véleményeket, ajánlatokat, gondolatokat fogalmaz meg az önkormányzat működésével kapcsolatban. Ezt a polgármester köteles visszacsatolni a képviselőtestület ülésére. Ez a vezető réteg. Ezen túlmenően 4 másik úgynevezett kisebb tanács felállítására tettem javaslatot. Itt ez különben bővülhet meg, szűkülhet is. A kettő tanács az alapvetően fontos. Az egyik az az ifjúsági. Itt az ifjúsági tanács tekintetében az én elgondolásom szerint 3 millió forintot rendelne az önkormányzat, a következő gazdálkodási évről beszélek, ahhoz, amit az ifjúsági tanácsnak a tagjai kifejezetten oktatási célokra költhetnének el. Ifjúsági. Idősekről foglalkozó, ide is rendelünk pénzt. Vállalkozói, de pénzt nem rendelünk, de tisztelettel leülünk a vállalkozóinkkal, és megkérdezzük, hogy mik fejlesztenek, mit csinálnak, stb. Bevonjuk őket az önkormányzat működésébe, és van egy szociális tanács, különben a szociális dolgokra kiegészítve, ami aztán még jobban föl tudja mérni azt, hogy milyen olyan szociális kérdés van. Itt gondolok például arra, hogy valaki, ezt konkrétan tudom is, az ember illetőt is tudom, hogy az építkezése most ott tart, hogy kell neki 1 millió forint, mert nem tudja befejezni a házát, egyedül nevel a gyereket, és stb. Stb. Lehet, hogy tudunk neki adni 1 millió, és be tudja fejezni a házát. Tehát egy szociális tanács is lenne. Ezeknek a kis tanácsoknak a vezetői delegálva lennének a vezetői tanács ülésére is természetesen, és ami a legfontosabb, hogy ezeket a kis tanácsokat, ezt a lakosság rendesen választja. Ezt rendesen választaná. Tehát az ősz folyamán jelöléseket vennénk arra, hogy Reff László, Németh Jóska, mit tudom én, Bordai Safi, ők szívesen részt vennének a idősek tanácsának munkájába. XYZ, Száraz Tímő, stb. Szívesen részt venne a fiatalok működésében. És erre választani fogunk. És bízom benne, hogy az embereknek felkelti az érdeklődést. Nyilvánvalóan nem gondolom, nem vagyok idióta, nem gondolom, hogy 500 ember el fog jönni szavazni. De ha eljön 150 vagy 200, akkor is megpróbáljuk ezt a civil struktúrát egy kicsit jobban kiszélesíteni, és én ettől különben sokat várok, megjegyzem, az elmúlt időszakban már kerestek ebben az ügyben, sőt, jó ötleteket is mondtak. Érdekes, kifejezetten az idősek inkább, de bízom, hogy a többiek is meg fogom azért, tehát ez ennek az egész tanácsi dolognak az alapja, amit én szeretnék kialakítani, és ehhez kérnék egy felhatalmazást most a testület részéről. Ez tipikusan a kormányjogilag a felsőház, tehát a két kormányzat. Így van, két kormányzat van. Ahol ugye a történelmi egyházat kérdezett, hogy kérdezett. Tehát jó. Így van. Pontosan a felsőház, csak ezeket a szolgálatokat nem tudtam aztán hozzá. Jó, csak mondom, hogy mozogtam. Felsőház. Így van. Hát lehet, hogy igen, ugye Erik. Akkor szavazhatunk erről a dologról. Köszönöm szépen, akkor az megszavaz. Így van. Megyünk tovább. Fontos kérdés, hulladékügy. Hulladékügy. Hulladékügy.
A hulladékszállítás egyelőre normál mederbe megy a település belső területein. Nyilván vannak gondok, én is látom a szelektívvel egyenlazban, de ezek részletkérdések. Amiben alapvetően végig kell gondolnunk, hogy a nyaraló területen lévő hulladékszállítását megváltoztatjuk-e, és a konténereket bevonjuk onnan, és kukás személyszállításra kötelezzük őket, hogy hagyjuk ezt a konténert. Én most a elmúlt 3 hét tapasztalatával azt látom, minden nap körülmények a faluba, én azt látom, hogy egyelőre maradhatna a konténeres szállítás. Bizonyos területekről el kell venni, és át kell csoportosítani, de egyelőre én nem látok katalitikus problémát a konténeresnél, de ennek helyére foglalkozunk ezzel, mert a nyaraló területekről érkeznek ezzel kapcsolatos vélemények hozzám. Tehát személyszállítás ügye. Tulajdonképpen ez volt az a napirendi pont, amit mondom, én polgármesteri tájékoztatóként hívok, de fogjátok látni, hogy ez pontosan arra szolgál, hogy én szerintem emberi módon meg tudjuk, tehát elő tudjunk menni egy képviselőtestületi ülésnek, előre tudjunk menni bizonyos kérdésekben, magunkba fel tudjunk készülni, és én nagyon bízom benne, hogy eljutunk addig a pontig, hogy ennek kapcsán beszélgetünk külön, fölhívjuk egymást telefonon, tudunk váltani, tehát nem vagyunk kötelesek csak itt ebben a dologban találkozni, én szívesen nyitott vagyok bármilyen megbeszélésre, készítsük elő ezeket a döntéseket. Jó, következő napirendi pont, szerintem adminisztratív napirendi pont, de fontos. Az ingatlan elővásárlási jog kérdése, Kisoroszi belterület 341/4 herőszámú ingatlanról van szó, jegyzőszön kérem ismertesse. Nincs nem az anyag, bocsánat, ezt nem hoztam be. Akkor melyik az? Pillanat. Ez az. Igen, tehát Rácz László eladó, Rácz Gábor, Tiborné vevő között van egy belterületi ingatlan, amik az adásvételi szerződésben megkötött, szerintem nekünk erre semmi szükségünk. Úgyhogy javaslom a képviselőtestületnek, hogy járuljunk hozzá a szerződés érvényesítésához. Ki az, akit parancsol? Ez egy családon belüli ügyvet? Tehát családokról? Rokonok, igen. Hát akkor intézzük egymást. Intézzük, így van. Igen. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Egyebek első napirendi pontja a szolgálati telefonok kérdése. Az előző önkormányzat kötött egy megállapodást, ami most is érvényben van. Szolgálati telefonok vannak kihelyezve. Jelen pillanatban a következő, hangsúlyozom, most bármilyen változtathatunk. Tehát a képviselőtestület úgy dönt, bárkitől elvehetünk és bárkinek odaadhatunk szolgálati telefon. Jelen pillanatban a következő dolgozóknál van szolgálati telefon. Mezőr, falugondnok, Benedek Károly képviselő úr, Huraini Szabó Mónika, csak kb. 20 éve ismerjük egymást, Huraini Szabó Mónika munkatársunknál, a kulturális közfoglalkoztatottnál, a parkoló őrnél, aki kint a szeméttelepnek az őre, Simon Zsoltnál, és a Szigetcsús táborozóhely gondnokánál van telefon. Jelen pillanatban 2 darab telefon nincs használva, benn van nálunk az irodában, amit Hoványi képviselő úr adott le, nála volt, illetve amit Rozsály Károly volt alpolgármester úr adott le. Tehát 2 darab telefont adhatunk bárkinek, illetve ezek közül is bármit elvehetünk, vagy átadhatunk másnak. Az a kérdés, első kérdésem, képviselő úrra kívánják igénybe venni, Surányi úr, illetve Havas úr, mert másik kettőnek van telefonja. Nem, viszont azt kérném, hogy ilyen közhasznú telefonon számokról, ha én listát, hát persze. Ennek üljön egy listát. Ezt írjuk föl, egy szíves, az összes ilyen adatot, minden egyes olyan, szóval ami nekünk, persze. Igen, jó. Csak Péter? Én igényelnék egyet, mert elég sokan hívogattak, és volt, jó. Hívjam vissza őket. Semmi probléma, semmi. Tehát akkor gyerekek, egy maradt tartalékba, még bárkinek kell később ki tudjuk adni, és akkor Surányi úrnak pedig akkor ezt a telefont akkor odaadjuk. Jó? Bármikor bejöhetsz, értem, ott van. Megyünk tovább. Szigetcsúcsi koncepció. Ahogy itt már az előző vitáshelyzet is ugye látja, ezzel nagyon komolyan el kell gondolkodnunk ezen a Szigetcsúcsi kérdéskörön, hogy mit teszünk. Jelen pillanatban Rácz úrral megkötött szerződés ennek az évnek a szeptemberében jár le. Mindenképpen új időszak következik, 100% új időszak következik, továbbra is megfogalmazzám azt a 3 lehetőséget, ami szerintem 3, de nagyon nyitott vagyok arra, a több megoldást tudtok. Az első megoldás az, hogy pályáztatjuk ugyanúgy a büfét vagy büféket 5 éves időszakra, és mi magunk üzemeltetjük a kempinget és a parkolást.
A másik megoldás az az, hogy az egészet kiadjuk pályáztatásra, büfétől, parkolástól kezdve üzemeltetésen át mindent. A harmadik, hogy az önkormányzat üzemeltet mindent. Én nem nagyon látok negyedik variációt, ezt a három variációt látom. Azért kérem, hogy fontoljuk meg ennek a dolognak a kialakítását, ez sem a mai ülésnek különben a tárgya, mert ha úgy döntünk, akárhogy döntünk, ha úgy döntünk, hogy pályázati szinten adjuk ki, akkor meg kell adni a lehetőséget azoknak a vállalkozóknak a faluba, hogy fel tudjanak készülni komolyan a pályázatra, ne egy hónapos pályázati időt adjunk, hanem minimum kettőt, hogy aztán tudjuk értékelni. Ha pedig mi úgy döntünk, hogy mi üzemeltetjük, na akkor aztán föl kell kötni a gatyát mindenképpen. Tehát akkor meg mindenképpen úgy el kell gondolni, hogy akarunk üzemeltetni. Tehát ezt a következő testületülésen szintén döntenünk kell ebben a kérdésben, pályázat vagy a saját üzemeltetés. Nyilvánvalóan szakos úr véleményét nagyon komolyan várjuk ebben a dologban a továbbiakban már, és fogunk erről beszélni. De én nyitott vagyok újabb koncepciókra is, csak én nem nagyon látok több variációt ebbe az ügybe. Vendéglátó ipari egységek nyitva tartása. Parancsolja. Több mindenkivel hallottam, úgyhogy azért mondom el, hogy ugye Szigetcsúcs itt az egyik legszebb és legfontosabb helyek is valószínűleg, meg a legértékesebb, és hogy sok mindenkivel felvetődött, hogy ez egy közösségi döntésnek kéne lenni, hogy mi legyen a Szigetcsúcs sorsa. Közösségi döntés, ez a képviselőtestület dönt. Ennél közösségében nem tudok dönteni. Hát jelen pillanatban nincs más legitim közösségi döntés. Minden esetre ezt ki fogjuk vinni a falügyűléssel, az egész probléma. Egy komolyabb tárgyalásnak van a folyóval, hogy mi legyen. Hovány úr magának kiváló ötletei vannak, meg fogjuk fogadni, tehát a falugyűlésen mindenképpen ismertetem ezt, és nem tudom, hogy érzékelje talán, hogy pont ebbe az irányba megyek el. Tehát minél szélesebb emberkört, vagy minél szélesebb kört szeretnék bevonni, mielőtt döntünk. A törvény viszont egyet enged meg, hogy az itt lévő öt ember fog szavazni. Erről a dologról ezt engedi meg jelen pillanat a törvény. Köszönöm szépen ezt a dolgot, tehát kérdezem a képviselőtestületnek tovább is azt mondom, hogy javasolom, hogy minél több emberhez jussanak ebbe a tekintetbe el, és úgy tárjunk a falu elé egy működő koncepciót. Akkor megyünk tovább, tehát vendéglátóiparegység nyitvatartása. Szeretném, ha érvényesen szabályoznánk a téli és a nyári nyitvatartást. Mérjük fel a kocsmaigényeket, nem járok kocsmába, tehát nem tudom fölmérni. Mérjük fel a kocsmaigényeket. Inkább fogalmazunk úgy, hogy a vendéglátóipari egység igényeit. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy 22 óra van téli nyitvatartásban megszabva, és vagy 23 vagy 24 óra van megszabva a nyári nyitvatartásban, de flexibilisebb van megadva. Szerintem határozzuk meg, hogy meddig szól nyitvatartás, és azt tartassuk be. De egyszer jussunk el addig egy pontig, hogy egy vendéglátóipari egységnek a nyitvatartása adott ideig szól. Ezt azért is mondom, mert az alkotmány egyértelműen szabályozza a pihenéshez való jogot. A pihenéshez való jog az nagyobb jog, mint a szórakoztatáshoz való jog. Ebben a tekintetben kérjük ki a vendéglátósok véleményét, én azt is gondolom, hogy esetleg hívjuk be őket egy megbeszélésre, tájékozódjunk és szabályozzuk le, hogy a településen a vendéglátóipari egységek hogy és milyen formában tartanak nyitva. Védelmi bizottság jegyzőasszony, kérem, hogy ugye új védelmi bizottságot kell felállítanunk, mert a régi ugye nem működik a személyek. Nem kell, a járásnál van bizottság. De nekünk is kell. De csak polgárvédelmi. Hát de akkor is kell, mert nincsenek. Itt egy csomó új tagokat kell bevonni. Igen, csak nem bizottság, hanem különböző tisztségekhez. Jó, de mindenképpen ezt szeretném, hogyha legalább ez a lánc újra legyen meg, amit régen tudtunk, itt kell értesíteni, és a többi, és a többi. DMRV ügy, az előző önkormányzatot érintő egyik kellemetlen történet. Azonnal ügyvédhez fordultam ebben a kérdésben, hogy vissza tudjuk-e perelni ezt a pénzt. Nem akarok foglalkozni a pénz elveszítésével múlt idő, viszont meg kellett azt vizsgálni, hogy vissza tudjuk-e perelni ezt a pénzt. Ügyvédő tájékoztatás alapján elméletileg jogi lehetőségünk lenne rá, de nem látja értelmét. Mindenesetre felolvasom ezt a levelet, amit kaptam az ügyvédőtől ebben a tekintetben. A csatolt iratokat áttekintettem, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009 évi ilyen és ilyen számú törvény értelmében a fizetési meghagyás ellen a polgári perrendtartás PP szerinti perújításnak van helye.
bizonyos paragrafus értelmében a perújításra akkor van lehetőség, ha a perújító fél olyan tényekre hivatkozik, amelyet a jogerős határozat meghozatala során nem bíráltak el, és annak elbírálása ránézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A perújítás megengedésének azonban további feltétele, hogy a figyelembe nem vett tény a perújító fél hibáján kívül nem került elbírálásra az alapeljárásban. Ezt bukjuk be szerintem. Az adott esetben a kötelezett alapeljárásban önhibából eredő mulasztását igazolási kérelmében lényegében elismerte. Tehát ugye elismertük, hogy későn került beadásra ez az irat. Hiszen a belső ügymenetből fakadó tévedésére hivatkozott, ezért megítélésem szerint alappal aligha hivatkozhat arra a kötelezett, hogy hibáján kívül maradt el az elkésett ellentmondásában, előterjesztett tények vizsgálatára az alapügyben. Fentiekre összefoglalva, a perújítás jogi lehetősége fennáll, azonban nagy valószínűsége annak, hogy a bíróság a perújítást nem engedi meg, mivel a kötelezett igazolási kérelmében lényegében elismerte, hogy önhibájában mulasztott, és így jutott el a 15 napos határidő elmulasztásáig. Így saját hibája folytán nem bírálták el azokat a tényeket az alapügyben, amelyekre perújításra alapítaná. Ezt én csak azért tettem meg, mert volt egy lakosság kérés, hogy forduljak egy ügyvédhez, és vizsgáljam meg, hogy vissza lehet-e perelni, hogy vissza lehet-e perelni ezt a pénzt. Ezt megtettem, ez egy ügyvédi szakvélemény, úgyhogy parancsolj. Engem az érdekel, mert nem is van az ugye, hogy itt tulajdonképpen milyen követelésről van szó? Elmondom én akkor, következőről van szó. Akkor az elejétől kezdve elmondom, nem, de akkor is a jogi alapját mondom. 2016. februárjában érkezett egy levél a DMRV-től, hogy a Kisoroszi önkormányzat, Dunamenti regionális vízmű. Hát ő a csatornát, de ő vízmű, a csatornát üzemelteti. Az önkormányzat tartozik 1,5 millió forinttal. Önkormányzat visszajött, hogy nem tartozunk. DMRV megint visszajött, de tartoztok. Ezek után készült egy levél, amit határidőre be kellett volna nyújtani, abban a tekintetben, hogy ellentmondással éljünk. Ez határidőn belül nem ment el, de aztán valamikor még elment, nem ez volt a probléma tárgya. Igazán a probléma az volt, hogy a DMRV közjegyzőhöz fordult egyszerűsített eljárásba, a becsatolt dokumentumok alapján a közjegyző megítélte neki ezt a 1,5 millió forintot. És az önkormányzatot felszólították fellebbezésre, illetve részletfizetési kedvezmény kérésére és egyebekre. És ennek a határideje október 18-án járt le. Milyen jogalapja, hogy mi fizettünk 1,5 millió? Hogy milyen jogalapján vette? Igen, tehát hogy valamilyen szolgáltatás. A DMRV, az már viszont hosszabb, a DMRV úgy gondolja, hogy ő jogosan kéri tőlünk ezt a 1,5 millió forintot, szerintünk ilyen különben. Hát ezt most szivattyú csere, de ennek hosszabb dokumentációja van. Egy bizonyos szivattyú csere körüli vita volt. Tehát ez a lényeg, hogy október 18-án volt egy fellebezési határidő, amit az előző önkormányzat október 19-én adott be. Jogilag a helyzet a következő. Valóban, hogyha határidőt mulasztottunk, akkor az esetek nagy többségében nézhetünk a pénzünk után, viszont azt pontosan tudjuk, hogy a jogalap nélküli gazdagodásra hivatkozva bármikor lehet perújítást kérni. Magyarán ez azt jelenti, hogy most elmondom, hogyha ő úgy gazdagodik, hogy nem volt ellenszolgáltatás, világos, ugye? Tehát úgy jutott 1,5 millió forinthoz, még ha jogszerű is, de annak a jogalapja nem volt meg, tehát szolgáltatás ellenszolgáltatás, akkor van mit keresni. Én nem azt gondolom, hogy én az ügy távolból ránézve, azt gondolom, hogy az ügyvéd erre hivatkozhat. Persze. Hogy például ez egy olyan dolog, hogy igaz, hogy mi adminisztratív hibát követtünk el, de ebből ne gazdagodjon meg, mert igazából nem tett érte semmit. Világos, ugye? Abszolút. Ez a jogalap nélkül gazdagodás. Abszolút, ezt én értem, és tudom is, hogy van ez a fogalom. Én szerintem, és akkor most ott óvatosan fogalmazok. Egyébként nem kell évekig tartó pereskedésbe belemenni, hogyha nem vagyunk biztos. Mindenképpen véleményes különben a dolog, tehát azt gondolom véleményes, és mondom erre meg szerintem az ő véleményhez én is azt mondom, hogy vissza fogják dobni, hogy késő volt a határidő, úgyhogy én nem adnám be ezt a perigényt, ezt a pénzt már kifizettük, ennyi volt. Hát most. De mindesetre kérdezem a képviselőt, hogy mi a véleménye, hogy bízzuk-e meg ügyvéd urat ebben a kérdésben, és induljunk el ebbe a tekintetbe, vagy pedig hagyjuk.
Ez egy létező. Jegyzőasszonynak a véleménye az, hogy ez már nem, ez nem vitatható, hogy egyáltalán ki gazdagodott, igen, hogy volt ez a szíves. Igen, tehát ő azt mondja, hogy ebbe a dologban ebben nem menjünk bele. Akkor kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy ne indítsunk további jogi eljárást. Református templom ügye. Még 3 napi rendi pont van. Református templom ügye. Mindannyian tudjátok, hogy dől a torony. Ebből fakadóan komoly gyűjtést rendeztek a reformátusok, és ennek kapcsán engedjék meg, hogy ismertessem lelkipásztor úr levelét. Szólt helyzetbe kerültünk. Egy esős napon, amikor felmentünk a református templom tornyába, vettük észre, hogy mindenütt beázási foltok vannak a deszkapadlón. Amikor felmentünk a toronysisakba, a gondnok úrral azt láttuk, hogy nagy baj van. A torony gerendái és szarufái között találtunk olyanokat, amik kézzel is szétmorzsolott voltak, kiült rájuk a fehér penész. A torony bádogozása több helyen szétcsúszott, elrozsdásodott. Így a faszelkezet ázott, és a víz hatására több helyen szétrohadt. A toronysisak sürgős javításra szorul, hogy a meglévőnél nagyobb kár ne keletkezzen. Fa szakértővel megnézettük, és sorra bejelölte a cserélendő faszerkezet elemeket. Azon a sarkon van a legnagyobb szerkezeti kál, ahol a vakolathullás is elkezdődött, jelezve, hogy arrafelé már megint megmozdult a tetőszerkezet. Sürgősen kértünk árajánlatokat, kivitelezőktől, akik újították fel a templomtornyokat javításra, és elkezdtük az engedélyezési dokumentáció összeállítását is, a legkedvezőbb árajánlat 7,5 millió forintról szólt. A presbitérium már döntött is, így ezt az ajánlatot fogadjuk el. A műemléki tervezés, terveztetés és engedélyeztetés költségei 1,7 millió forint. Meghirdettük az adakozást a gyülekezetben a templom felújítására. A kis gyülekezet elején felül adakozott, ebből befolyt összeg 3.914.000 forint volt. Ha ehhez hozzáadjuk azt a pénzt, amit a gyülekezet az elmúlt években a parókia tetőszerkezetének felújítására külön gyűjtött és el tudott különíteni, hogy biztonsággal várassuk az éves kiadásokat, akkor ehhez az összeghez még hozzá tudunk adni 2 millió forintot. Mindezek figyelembevételével látszik, hogy a bekerülési összegből még mindig hiányzik 2,5 millió forint. Azt kérnénk az önkormányzattól, hogy ennek a hiánynak a csökkentésében legyen segítségükre. Minden adomány, ami ebben segít, köszönettel vesszük. Tudjuk, hogy önök is szűkében vannak a pénznek, mégis ha lehetséges, támogassanak minket, az összeget önökre bízzuk. Beszéltem lelkipásztorról a mai nap folyamán, egyeztettünk ebben a kérdésben, és én azt a javaslatot tenném a képviselőtestületnek, hogy a azonosság elve alapján azt a támogatást, amit a tavalyi évben a református, a katolikus templom megkapott, durván ezt a támogatási mértéket adjuk most oda a reformátusoknak is. Az a támogatás az 440.000 forint volt, én most 500.000 forintra tennék javaslatot a tartalék alap terhére, hogy a reformátusokat segítsük meg ennek a műemléképületnek a megjavításában. Kérdezem a véleményét ezzel kapcsolatban a képviselőtestületnek. Van-e valami hozzáfűzni való, illetve kiegészítés? Én katolikus vagyok, de támogatom. Köszönjük szépen. Kérdezem a képviselőt, ki az, aki támogatja a... Köszönöm, szavazáson kívül miniszterelnök úr és köztársaság elnök úr is jelezte, hogy támogatják, és Hernádi elnök úr is támogatja ezt a dolgot. Egészségközpont. Egészségközpont. A határozati javaslatát kérem ennek a dolognak. Igen, ez szándéknyilatkozatot. Akkor is ez a dolog lényege. A dolog lényege, hogy van-e VECO pályázat, és a Szentendrei Egészségház Pázmány Anna Mária főigazgató asszony küldött egy levelet abban a tekintetben, hogy van lehetőség, hogy bővüljön az egészségháznak a szolgáltatása, így a térség lakói kulturáltabb egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak, és ehhez kell egy támogatói nyilatkozat minden önkormányzatnak a részéről, hogy támogatjuk, hogy ő ezen a VECO pályázaton induljon, ez nekünk pénzünkbe nem kerül, csak a lakosságnak nyújt jobb szolgáltatást. Úgyhogy
felolvasom a levelet, azért természetesen ez így korrekt. A pályázat a járási egészségfejlesztési iroda kialakítását célozza meg, mely iroda intézményi hátteret biztosít a betegségmegelőzés egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan működtet tartós helyi járási hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket. A pályázat átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma. A fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi hálózatásának kialakításához, ezen keresztül a lakosság egészségtudatának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és krónikus, nem fertőző betegségek megelőzéséhez, a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Célcsoportja Szentendre egészségügyi intézmény járási területén ellátási kötelezettségbe tartozó lakosság, mi ebbe a célcsoportba tartozunk. A projekt támogatása 90 millió forint, időtartama 24 hónap, fenntartási kötelezettsége 36 hónap. A projekt feltétele, hogy a járás településeinek minimum 75%-a és az összlakosság minimum 5%-a bevonásra kerüljön. Tehát ezeket kell nekik teljesíteni. Úgyhogy a pályázati időben a rövidsége miatt a projekthez csatlakozni kívánó települések írásbeli együttműködő nyilatkozata mielőbb szükséges lenne. Ennek szöveges javaslatot megküldjük, és a mai megbeszélésen résztvevő polgármester támogatták, már ma volt a megbeszélés, nem tudtam ott lenni, azért küldték ezt el tegnap, mindegy. Tehát kérdezem a képviselőt, ki az, aki támogatja, az egészségközpont el tudjon indulni ezen a pályázaton és bővül az egészségügyi szolgáltatás. Köszönjük szépen. Utolsó napirendi pont, ófelű pályázatok, a 2017 évi ófelű pályázatok értékelése. Ebben a tekintésben nem a képviselőtestület dönt, de tájékoztatom a képviselőtestületet. Ma itt volt az ezzel a munkával megbízott építészasszony, még az előző önkormányzat bízta meg, Rész Abigail személyében, én ma ismertem meg egy nagyon kedves, értelmes hölgy, aki végignézte a beadott pályázatokat, szakmailag véleményezte, és a következő döntés született ebben a tekintetben. Érkezett, azt mondja, hogy így, igen, 8 darab pályázat érkezett összesen, ebből a költségvetési keret 5-öt határozott meg. Tehát 5 volt ebben a költségvetésben benne. És a 8-ból a következő 5-öt választotta ki építészasszony. Az első Surányi Bartoli Évának a pályázata, aki Széchenyi út 103, a fodrászüzlet szigetelésére, tatarozására, ablakcserére, udvari homlokzat javítására, szigetelésére, bejárat előlő lépcsőház korlát készítésére. Támogatta építészasszony. Következő Németh József úrnak a pályázata, aki mindenki tudja, hogy hol lakik, a Dunaparton lent, és ő azt a támfalat szeretné ott megerősíteni, illetve azt a kerítést, ami előtte van, nem olvasom föl, Sóder egyebek részletezve van, ő is nyertes pályázó. Bruder Vilmos, Széchenyi úti lakos, Juli néni, Vili bácsi, gondolom mindenki ismeri őket, szintén Széchenyi út 7 lakosok, régi vakolat eltávolítása, homlokzat javítás, és nyert Kuzsik József pályázata, aki régi kerítés bontása, javítása, illetve az édesanyjának a pályázata, mert egy ingatlanban élnek, de összefügg az ingatlan és nagy, meg kell csinálni, a templommal szemben van. Ez volt a legfontosabb különben építészasszonynak, hogy ez menjen át. Ott egy homlokzat, ablakcsere és egyebek tekintetében. Ezek a pályázatok nyertek. Én felolvasom azért azt, akik elutasítottak lettek természetesen. Elutasított lett Apostol Anna, helyötött pénzügyi dolog hiánya miatt utasítottuk el, és ő már korábban nyert egy bizonyos dologra. Elutasított lett Jankovics Lászlóné, nem látta indokoltnak építészasszony a munkálatokat, és elutasított lett Vanyák Mihály, aki, amire még rá is írta, hogy véleménye szerint az, amit a tulajdonos akar, az nem illik a faluképbe. Tehát ők hárman lettek elutasítva, és a másik 5 nyert. Ebből fakadóan megkötjük elük a szerződést, és menjünk tovább. Ugyan még távlati, messze van, de el kell gondolkodni az ófalú pályázatnak a folytatásán, kiszélesítésén, hatásabb az átgondolásán, de ez még egy távoli dolog. Úgyhogy zárt ülés ma nincsen. A mai testületés véget ért. Mindenkinek tisztelettel köszönöm a részvételt. Viszontlátásra!